I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Noro vagyok, és itt vagyunk a GTA 5 Online-ban. És most motoros küldetéseket fogunk vinni, vagy legalábbis azzal kezdjük a live-ot. Utána majd írtok valamit. Hát akkor kezdjük is. És akkor el kell mennünk a Los Santos Clubhouse-ba. Inkább kiszállok és így intézem el őket. Hát vannak egy jó páran. Na hát ez szép volt. Hát túl magas a kocsi ez a fegyverhez. Csáva pedig itt volt valahol. Na, szép, alig jöttem be és már kinyírtak. Nem igaz, arra nézek és már le. Még gyors, visszaveszem a kocsit. Morse Mutual Insurance, how can we help you? Okay. Akkor megkérjen azt a két idiótát, aki bent van. Így egyszerűbb volt.
Hát és már is hangfé is nyitottuk, és akkor visszük a lóvét. És valahol ide rakta le a kocsimat. Hát és ott is van. Jó messze kell menni. Csak azért, hogy egy kis lóvét elvigyek. Tehát nem baj, gyors ez a szekér. Hát az a baj, nem tudtam volna levágni. Eddig gondolkoztam rajta, de hát a folyón keresztül nehéz lenne. Ezt tőle repült. Azt nem hiszem, hogy minden is valamitől megdobódik a kocsi. Ez lehet víz lesz. De hát ez itt marad. És kész is vagyunk. Akkor jöhet is a következő. Vissza vagyunk a motorra, mert a kocsi az fennakadt. De messze van ez is.
Hát inkább lejön a terrorbajtot, és hát ha tudok egy kocsit lopni, amelyik a város fele van. De hát ez mindjárt kiderül. Tényleg ebből a motoros klubból ki kell lépni, mert úgy nem lehet indítani. És egy top range-es Reaper-t adott. Hogy merre van. És pont jó ott van bent a városban. Pont jól kalkuláltam, hogy a városban legyen, akkor ide lesz értelme arra fele menni. Hiszen a motoros klubon meg a kocsi radós garázsa nincs messze egymáshoz. És ha nem sokan ott is vagyunk. Ennyire megy csak egy pár utca. Hát ezt pont nem figyeltem, hogy itt van a telefonfülke. Hát ez remélem, hogy nem az a bombás lesz. Hát néha szokott itt beadni olyat, hogy csak el kell vinni, de hát persze, hogy a bombás ilyenkor. Hát akkor most menjünk egy picit körbe-körbe, mert muszáj tartani a sebességet, és
Nem akarok messze kerülni a garástól sem. De minden király. Hát szerintem erre visszajönök, a garázs felele is jár. Sőt, tudta, hogy lejár. Akkor is van, lehet is minden garázsba. És akkor most újra motoros küldetések jönnek. És itt tehát még egyenesen is ott is van a motoros klub. Na hát pont nem tudok lenni szerintem, mivel az az egy van. Ezt meg csak valakivel lehet vinni. Hát meghívok valakit, hát ha bejön. Már ugye nehezen hiszem, de hát ha. Ezt szerintem újakat nem lehet megoldani, hogy beadjon. Hát, ha senki nem jön be, akkor nézzünk valami versenyt. Hát például legyen ez, nézzük meg ezt.
Ah, és vannak is bent. A host az még vár egy pár emberre. Hát igazán elindíthatná. Jó, még egy 10 másodperc nagyjából is el is indul. Szóval olyan sokat nem kell elvárni. Akkor el is indul is. Na, hát ezt kire ide hoztatom a saját kocsiaimat. Hát hozzuk a Tyrus-t. Mivel amióta utoljára rá voltam, azóta már van Tyrus-om is. És mindenki láthatatlan. Na hát egy még egyszerűbb lesz, akkor én nem fognak lövdösni. És két körös a verseny. Azt reméljem megelőzött. Hú, az a lázakövekkel vigyázni kell, volt olyan, hogy csúsztam ki rajta. Hogy ez hogyan istenbe gyorsabb, ezt nem értem. Tedy jó lálunk.
Hát remélem nem fog kicsúszni, hanem betapad. Elég szépen betapadt egy laverda. Hát az első az elég szépen elhúzott. Jó sokan voltunk, mert pedig csak, és már csak 8-an vagyunk. Szerintem többen voltunk bent. Hát kezd elhúzni az előttem lévő is. De megpróbálom legalább a második helyet megcsípni. Az hátra sikerül. És elkezdődik a második kör. Hát egy 5 perc egy kör nagyjából. És hibázott a gyerek, szóval feljöttünk így a második helyre.
Na hát és most fogom majd átalakulni hajóval. De hát a gyerek az eléggé elhúzott megint. Hát hát a hibázik. Hát hibázott, de az a baj, hogy én is. Egyelőre megvan a második hely. Itt van szorosan mögöttem. Hát ez szoros lesz a befutó. És a harmadik hely van meg. Hello, Foxy. Hát egyet volna már ez az élő adás, tetszett, akkor kövessetek be itt Twitch-en, legközelebb jövök vissza, sziasztok!